Amerikai Egyesült Államokban megszerezzék a pénzkibocsátásnak a magánmonopóliumát, hogy adjátok nekem a pénzkibocsátás jogát, és onnantól kezdve nem érdekel, hogy ki hozza a törvényeket. A pénzkibocsátás joga óriási hatalmi eszköz annak kezében, aki ezt birtokolja. Bár nálunk az a veszély nem áll fent, illetve az a helyzet nem áll fenn, hogy magántulajdonú bankok magánmonopóliuma lenne a pénzkibocsátás, de azzal, hogy az úgynevezett függetlenség megvalósul a jegybank esetében, tökéletesen megfelel azoknak az érdekeknek, amelyik a jegybanki függetlenséget révén a pénzkibocsátás jogát kivonta az állam fennhatósága alól. Nálunk ugye nem az állam fennhatósága alól vonták ki, de a legitimen, demokratikusan választott törvényhozói akarat alól bizony kivonta a jegybanki törvény. Meggyőződésünk, hogy a gazdasági szabadságharcnak a beteljesedése és kiteljesítése elengedhetetlen, ennek a megvalósításához elengedhetetlen az, hogy a Magyar Nemzeti Bank valóban az legyen, amit a neve mond, Magyar Nemzeti Bank. Ez pedig akkor valósulhat meg, hogyha a demokratikusan választott törvényhozói testület kontrollja alá helyezzük. Semmi nem indokolja, gazdaságpolitikailag sem, a jegybanki függetlenséget, hiszen az infláció, mint gazdaságpolitikai cél kiemelésével, illetve a jegybanki alapkamat meghatározásának lehetőségével és a pénzkibocsátás mennyiségének, a szabályozásának a lehetőségével egy olyan eszköztárt adtunk a Nemzeti Bank, a jegybanknak a kezébe, amelyre a kormányzatnak és a törvényhozásnak meglehetősen csekély befolyása van, és ezt úgy gondoljuk, hogy helytelen. A gazdaságpolitika akkor működik jól, hogyha a különböző eszközök, az eszköztárnak a különböző elemei egymással összhangban, egymást támogatva, egymás hatására figyelembe véve valósulnak meg. Ez akkor teljesülhet, hogyha a gazdaságpolitika irányítása egy kézben van, értelemszerűen annak a kormánynak a kezében, amely a választóktól erre felhatalmazást kapott. Ezért is fogalmaztuk meg második mondatként azt, hogy igenis legyen alkotmányban rögzítve az, hogy a Magyar Nemzeti Bank köteles támogatni a kormány gazdaságpolitikáját. Csodálkozom ezek után, kedves képviselőtársak, hogy ez a javaslat miért nem nyerte el a kormánypárti frakciók támogatását, hiszen azt a felelősséget igyekezett ez a javaslat támogatni, amit önök vállaltak akkor, amikor az ország kormányzására felhatalmazást kaptak. Mi ezt ellenzéki pártként is az ország érdekében fontosnak tartottuk volna, és nagyon sajnálom, hogy ez nem nyerte el az önök támogatását, ez a javaslat. Jelszántak vagyunk azon, hogy ezen az úton végig menjünk. És meggyőződésünk az, hogy a magyar nemzeti szabadságharc sikere nem lehet teljes egészen addig, amíg a Nemzeti Bank tevékenységét át nem helyezik oda, ahova való, a Magyar Országgyűlés fennhatósága alá. Köszönöm figyelmüket! Következik Balsa István képviselő úr, Fidesz, és majd azt követi Balcó alelnök úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A nemzeti hitvallás eredetileg beterjesztett szövegéből idéznék. Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzeti szocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését. Ez teljesen egyetértve és hangsúlyozva az itt megfogalmazott gondolatokat, kénytelen vagyok a tisztelet hangján ugyan, de kifogásolni azt a módosítást, amely a megszállt országban megtartott nem szabályos választásokkal kapcsolatban megalakult országgyűlés által meghozott 1946. évi első törvényt is megbecsüléssel értékelni és az alkotmányba emelni. Tisztelt képviselőtársaim, égbe kiáltó ellentét van az eredetileg beterjesztett alaptörvény javaslat és az imént ismertetett és általam kifogásolt módosító javaslat között. Ha ugyanis világossá tesszük azt, hogy 1944 végétől az ország keleti fele, majd
45 áprilisától az ország egészen szovjet megszállás alatt volt. Csak egy példát mondanék, a debreceni ideiglenes nemzetgyűlésben Vorosilov marsallnak egy külön karszéke volt, hogy figyelje a nemzeti, a úgynevezett ideiglenes nemzetgyűlés munkáját. A helyzet semmit sem változott 1945-ben, talán nem volt már karszéke Vorosilov marsallnak, de kétségtelen tény, hogy 1945 évvégén megtartott választásokon egyrészt a magyar választók jelentős része meg lett fosztva a választójoktól, tehát nem vehetett részt a választáson. Ezen túlmenően jelentős mértékben korlátozták az induló pártok indulási lehetőségét, természetesen nem csak a német megszállás előtt és a német megszállás után fellépő nemzeti szocialista jellegű pártokról van szó, hanem mindazokról a pártokról van szó, amelyek nem tudtak elindulni, akár kereszténydemokrata, akár más elveket vallottak, és ezért voltak kénytelenek a kirgazapárt zászlója alatt elindulni, és ezért tudta azt a hatalmas, valóban hatalmas többséget elérni a kirgazapárt, még egy választáson is. Tisztelt országgyűlésén, tehát azt kérem, hogy annak idején, amikor a módosító javaslatokról fognak szavazni, gondolják azt meg, hogy alkotmányos védelmet és elismerést érdemel-e Magyarországnak azon törvénye, amelyet nem vitásan a szovjet megszállás alatt hoztak, nem vitásan olyan instrukciók alapján, amely nem volt a szuverén Magyarországnak tekinthető parlament sajátja. Változatlanul, felolvasom, változatlanul érvényben érvényesnek tartom azt a megállapítást, amely szerint tagadjuk a magyar nemzeti és polgári ellen a nemzeti szocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését. Ezt tartsuk szem előtt, tisztelt képviselőtársaim! Még egy módosító javaslattal szeretnék egyetérteni, egy picit meghasonlva magammal, hiszen én előterjesztője voltam az alaptörvénynek, tehát ilyen értelemben az ott benyújtott alaptörvény minden sorával, ha kicsi fenntartásokkal is, de egyetértettem. Mégis el kell mondanom, hogy már akkor is az volt a véleményem, de hát ezt nem tudtam kifejezni, de most szerencsére Ivádi Gábor független képviselő úr kifejezte, bizottságunk nagy többséggel támogatta azt a módosító javaslatot, amely úgy szól, Magyarország zászlaja 3 egyenlő szélességű piros, fehér és zöldszínű vízszintes sávból áll középen Magyarország címerével. Tisztelt képviselőtársaim, nagyon világosan szeretném a 20 év tapasztalatát is alapul véve, ugye jól emlékeznek arra az itt ülő képviselők közül néhányan, hogy 1990-ben a címerés a zászló vitájánál milyen küzdelmet kellett azért folytatni, hogy egyáltalán a Szent Koronás címer bekerüljön Magyarország alkotmánymódosításaként az alkotmányba. Most úgy gondolom, akkor erre nem gondolhattunk, megmondom őszintén, nagyon nagy volt az ellenállás, még a Szent Koronás címerrel szemben is, az akkori kormánykoalíció magára maradt. Úgy gondolom, hogy ha a 8 millió példányban kiküldött kérdőívvel egyik kérdése megfogalmazta volna azt a kérdést, hogy egyetért-e ön azzal, hogy Magyarország zászlaja tartalmazza a Magyarország címerét, bizonyos vagyok abban, hogy a válaszadók döntő többsége igennel válaszolt volna. Nekem saját tapasztalatom, képviselői tapasztalatom abban a körben, ahol a véleményeket egyrészt megfogalmazzák, másrészt amely véleményekre nekem is adnom kell és képviselnem kell, egyértelmű és egyöntetű az a felfogás, hogy Magyarország zászlaja tartalmazza Magyarország címerét. Ezeket a módosításokat, tehát az egyiknek az elvetését, a másiknak pedig a támogatását kérem majd tisztelt képviselőtársaimtól a módosító javaslatokról történő szavazás során. Köszönöm szépen a figyelmüket! És ahogy beharangoztam, Balczó Zoltán, alelnök úr következik, Jobbik frakciója. Tessék parancsolni!
Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés, tudom azt, hogy házszabályszerűen meg kell nevezni, mely ajánlási pont vagy pontokhoz szólok hozzá. Most annyi engedményt kérek, hogy a módosító javaslatot kell megneveznem, mert annyi része van szétszedve. Tehát Lázár János és Harrak Péter urak 50-es számú módosító indítványáról kívánok szólni, amelyik önmagában 63 pontot tartalmaz. Nos, az, hogy önök egy olyan normaszöveget nyújtottak be, amit nagyon sok tételben most tartalmilag módosítanak, még fel lehet úgy fogni, hogy nem az előkészítetlenség, hanem annak a demokráciának a bizonyítéka, hogy önök itt egymással is vitázva módosítják a beterjesztést. De az, hogy ez a 63 pont a következőről szól, nyelvtan és kodifikációs pontosításokat végez el, megteremti az összhangot a javaslaton belül. 63 pont, aminek semmi köze az itteni vitához, hanem átnézték a kodifikátorok, és azt mondták, megtisztelem, hogy Lázár képviselőre válaszol, azt mondták a kodifikátorok nyilván slendrián, helytelen. Hogyan nyújtották ezt be? A kommunikáció, tudom, hogy nagyon fontos, de a kommunikáció vezérel mindent, az baj. Önök elhatározták, hogy április 25-én az önök választási második fordulós győzelme napján írja alá a köztársasági elnök úr ezt az alkotmányt, ezért húsvéti alkotmánynak nevezik, és ehhez kellett mindent alárendelni. Benyújtottak egy 36 oldalas szöveget, amit azonnal 63 ponton kellett javítani, mert nem felelt meg annak a követelménynek, amit egy norma szöveg igényel. Én azt hiszem, ez elég nagy igénytelenség. A következő téma, amiről szólni akarok, 15-ös, 120-as, 38-as ajánlási pontokhoz tartozik. Ezek a jogfolytonosság kérdésével foglalkoznak, és röviden mondjam, hogy eredetileg mi szerepelt, tiszteletben tartjuk történelmi alkotmányunk vívmányait, a Szent Koronát, megtestesíti az alkotmányos állami folytonosságot, nemzet egységét, nem ismerjük el ennek a felfüggesztését. És van egy nagyon fontos mondat, nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmány jogfolytonosságát, amelyet zsarnoki uralom alapja volt, és ezért kinyilvánítjuk annak érvénytelenségét. Nem kell jogásznak lenni ahhoz, elég egyszerű törvényhozónak, hogy érezzük, mi a különbség az érvénytelenség és a jogfolytonosság között. Nos, én kitértem annak idején, hogy milyen fontos ennek a jogfolytonosság megszüntetése, és föltettem egy kérdést. Vajon hogy állunk az Alkotmánybíróság kötelező érvényi jogi határozataival, amik ennek a 49. évi 20-as kommunista alkotmány alapján születtek, tegyük zárójelbe, de fontos, hiszen azt a változatot alapjaival, ami most hatályos, azt 1989. október 23-án kommunista többségű országgyűlés fogadta el. Mi nemzetiek nagyon örültünk ennek. És most Lázár János és Harrak Péter kiveszi a jogfolytonosság kifejezést, és ettől kezdve elismeri a jogfolytonosságot, csak annyi szerepel, hogy nem ismerjük el az alkotmányt, kinyilvánjuk érvénytelenségét. Hát azt kimondani, hogy 2012. január 1-től lesz egy új alkotmány, és a régi érvénytelen, ez trivialitás, hát ezt nem kellett volna a nemzeti hitvallásnak betenni. A lényeg a jogfolytonosság kérdése volt, amire Gaudi Nagy Tamás képviselőtársam ettől kezdve módosító indítványokat alapoz, milyen sarkalatos törvényekbe kell helyreállítani, kimondani. Ezek után önök milyen indoklással mondják ki azt, hogy a jogfolytonosságát fenntartjuk? Tartalompontosítás szolgál. Egy ilyen átlátszó, semmit nem mondó kifejezéssel oldják ezt meg. Tisztelt képviselőtársaim, én most ki akarok térni egy saját indítványra, amit jó magam is jegyzek, amely a termőföld ivóvíz készletnek a igazi védelmét kívánja megoldani, mert az alapjavaslatban annyi szerepel, hogy a termőföld, az ivóvízkészlet az a nemzeti örökség részét képezi, így kell vele bánni. Ez nagyon szép mondat, de körülbelül úgy is lefordítható majd, hogyha ennek megfelelően termőföld, ivóvízkészlet jut majd holland, osztrák, izraeli
befektető gazda tulajdonába, azt mondjuk neki, nagyon figyelj, úgy bánjál vele, hogy mi ezt nemzeti örökségnek tekintjük. A Jobbik módosítója így szólt pozitív módon megfogalmazva, a termőföld és az ivóvíz készlet kizárólag magyar állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban, illetve a magyar természetes személy tulajdonában lehet. Tudom, hogy erre azt mondják, kérem, az Európa Unió keretein belül ezt direktben nem lehet kimondani. Nem akarok belemenni abba, hogy a tőke szabad áramlása keretében bevitt termőföld tulajdonnak milyen következményei voltak, hogy mennyire másképp volt ez az eredeti 15-ök tekintetében. De igen, a Jobbik mindig is azt mondta, hogy az Európa Unióban azért van jelen, mert át akarja formálni, alakítani a nemzetek Európájává a brüsszeli birodalmi szemlélet helyett, de azt mindig is mondtuk, ha az a stratégiai kincs, ami a következő évtizedekben a világon a legfontosabb lesz, a termőföld ivóvíz készlet kerül veszélybe, akkor igenis azt mondjuk, akár ebben az esetben még az unióból való kilépést is figyelembe lehet venni. És mi bátorított föl minket erre a határozott lépésre? Maga Orbán Viktor, itt van a kezemben, 2010. március 31-én, mint leendő kormányfő, a Fidesz elnöke, azt nyilatkozta, idézett MT Magyar Nemzet, a külföldiek itt termőföldet soha nem fognak vásárolni, akárhogy is döntsenek Brüsszelben. Mi, miután ez március 31, nem április 1-e, hogy úgy kéne venni, hogy a miniszterelnök, jelenlegi miniszterelnök úr tréfált, mi is ezt teljesen komolyan vettük, és ezt öntöttük ebbe a módosítóba, amit természetesen önök elutasítottak. És az utolsó módosító, amihez hozzászólok, Harrak Péter képviselő módosítója. Jó, a következőt mondja. Van egy cikk, Magyarország védi a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanulás és a tanítás szabadságát, ő ezt a következőképpen módosítja, törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát. Ez teljesen világos, így kell legyen. Önök ezt úgy utasították el a bizottságba, még egyharmadot sem kapott. Mi ennek a következménye? Önök azt akarják, hogy az iskolák majd ide a közelünkbe Károly Mihály szobrához tanuló csoportokat hozzanak, hogy megünnepeljék, hogy a köztársasági gondolat itt valósult meg, és milyen fontos előfutára volt az egyenlőség társadalmának, amit tanácsköztársaságnak neveztek. Tudjuk, az elmúlt évtizedben mennyi torz ismeretet hallottak 56-ról, majd újból arról fognak tanítani, hogy 56 nem volt más, mint egy reformkommunista kísérlet, ami kicsit elfajult. Mérjék fel annak a súlyát, hogy a tanítás szabadságát semmilyen módon nem kívánják törvényi keretek közé helyezni. Úgyhogy főleg a KDNP-s képviselők valamit tegyenek annak érdekében, hogy ezt elfogadják. Köszönöm, hogy meghallgattak. Jobbikos felszólalás követően kormánypárti KDNP-s hozzászólás, Lubowski György képviselő úr a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, engedtessék meg, hogy elsőnek, bár a sorrend és az én feljegyzéseim szerint nem ezzel kezdtem volna, de Balczó Zoltán alelnök úr által szóba hozott Harrak Péter módosító indítványról hadd szóljak. Tökéletesen egyetértek az alelnök úrral, frakcióvezetőmmel, majd később kiderül, hogy nem mindenbe, de ebbe a módosító indítványba igen. És azokat az érveket nem akarom megismételni, amit az alelnök úr itt elmondott. Annyit szeretnék bejelenteni már most, hogy annak ellenére, hogy nem kerülhet be a támogatotti sorba ez a módosító indítvány, megszavazása sem kerülhet, mert sajnos csak ketten Salamon képviselő úrral szavazhattuk meg az Alkotmányügyi Bizottságon, a képviselő csoporton ki fogja kérni, és mindenféleképpen megpróbáljuk ezt keresztül vinni. Annyi magyarázatot szeretnék hozzáadni, hogy az ajánlásba, ha a Jobbikos tisztelt képviselő